Jó estét kívánok! Sikerült lehozni a Bazilika tornyából a félmázsás szovjet gránátot. Megmutatjuk majd, hogy hogyan. Előtte azonban az adótörvényről, a 2003-as adótörvényről, és arról a mozgalomról, mely furcsa mód ebből a stúdióból indult. Erőszak. A parlamentben a családon belüli erőszak elleni aláírásgyűjtés ügye. Már 10 000-en támogatják, hogy a parlament módosítsa a törvényt, és védje jobban a nőket és a gyerekeket a családban. Adótörvény. Változnak az adózás szabályai. A remélt nagyarányú adócsökkenés elmarad, de különösen a 180 000 forint alatti jövedelműeknek kevesebb adót kell majd fizetniük. Vita lesz majd feltehetően az adósávokról és a többek közt a könyvkiadás sújtó áfáról. Gránát. Sikerült lehozni a Bazilika tornyából a félmázsás szovjet gránátot, melyet tegnap találtak. Látni fogják majd az akciót és az ezred parancsnokot, aki az akciót irányította. Ebből a stúdióból indult az aláírásgyűjtés, amely most már 10 000-nél tart, éppen ma írta alá a 10 000. Ember az aláírás gyűjtő ívet. Téma már a parlamentben, és úgy lehet, még sikert is arathat. A 12 éves Balogh Tomit, akit saját apja gyilkolt meg, szeptember 20-án temették. Ugyanezen a napon aláírásgyűjtést kezdeményezett 6 civil szervezet. Céljuk a jogszabály megváltoztatása, amitől a családon belüli erőszak visszaszorítását várják. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Női és Gyermekjogi Kutató és Oktatóközpont elnöke évek óta foglalkozik a témával. Tragikus módon Magyarországon minden hónapban legalább egy gyermek hasonló körülmények között meghal, folyamatos rendszeres brutalitást követően, az esetek túlnyomó többségében a hatóságok tudomásával. Morvai Krisztina szavait a temetés másnapján újabb tragikus esemény is igazolta. Egy férfi melbeszúrta 8 éves kisfiát Hajdúhatházon. A felhívást eddig csak nem 10 000-en írták alá. Az összegyűjtött aláírásokat október végén adják át a belügy és az igazságügy miniszternek, a legfőbb ügyésznek és a legfelsőbb bíróság elnökének. Bárándi Péter igazságügy miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi törvények megfelelőek, csak a betartatásukra kell jobban odafigyelni. Új jogszabályokra tehát nincs szükség. Az aláírásgyűjtés szervezői ennek ellenére bizakodóak. Hankó Faragó Miklós, az igazságügyi minisztérium politikai államtitkára a parlamentben napirend előtti felszólalásában kijelentette, hogy a családon belüli erőszak nem tekinthető magánügynek. Elengedhetetlen egy összehangolt program kidolgozása, mely a jogalkotókat, a rendőröket és a szociális dolgozókat egyaránt érinti. Ha most nem egy tévéstúdióban lennénk, akkor ezt úgy hívnák, hogy tárcaközi egyeztetés. Talán nem tévedek nagyot. Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszteri biztos, illetve Hankó Faragó Miklós politikai államtitkár az igazságügyi minisztériumban. Köszönöm, hogy eljöttek. Az első és talán legfontosabb kérdés. A véleményük szerint szükség van-e törvénymódosításra, vagy esetleg valamilyen új törvény a megalkotására? Igen, én azt gondolom, hogy szükség van, mert az derült ki az elmúlt időben, hogy azért olyan nagyon nehéz beavatkozni ilyen esetekben eredményesen, tehát családon belül erőszak esetében, mert hiányok vannak a jogalkotásban. Államtitkár úr? Igen, ezzel alapvetően én egyet tudok érteni. Egyrészt van szükség új törvényekre, például a népügyvédjére vonatkozóan egy egészen új jogszabályra, a bűnmegelőzésre vonatkozóan új jogszabályra, és van szükség már létező jogszabályokban jelentős módosításokra, átgondolására, újragondolására, problémáknak, és másképpen történő kezelésére, rendőrségi törvényre is gondolhatok, de több minden más tehát is szóval a mozgalom kapukat dönget ezek szerint? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen mozgalom elindult, mert felhívta a figyelmet egy nagyon súlyos tragédia sorozatra, ami egyébként nem új. Az nagyon szomorú, hogy ez nem korábban indult el, és hogy az előző években nem történt igazából hatékony lépés annak érdekében, hogy itt nem csak jogszabályváltozás történjen, hanem intézményi változások is történjenek, és egy szemléletváltás elinduljon. Én úgy látom, hogy ez a mozgalom, ami most folyik, nagyon hasonlít ahhoz, amit
amiben én magam is részt vettem a 80-as években, amikor a szegénységet kellett elismertetni. Tehát amikor azért próbáltunk mindent megtenni, hogy bekerüljön az a köztudatba, hogy a szegénység egy létező probléma, és ne csak halmozottan hátrányos helyzetről lehessen beszélni, tehát egy tabut törtünk meg. Most valami ilyesmi történik, megtörnek egy tabut, bekerül a köztudatba ez a probléma, mint egy nagyon súlyos eset, és ennek lesznek következményei. Az ön minisztere egyébként nem pontosan azt mondta korábban, amit ön. Ő azt mondta, hogy alapvető jogszabályváltozásra nincsen szükség. Hát ez nem jelent feltétlenül alapvető jogszabályváltozás, mert amire én utaltam két törvényt, az mind a kettő egyébként a kormányprogramban szereplő törvény, amelyet a tárcánk előkészítését megkezdte, tehát a miniszter úr természetesen ezekre a törvényekre úgy gondolt, mint amire szükség van. Ő azt a nyilatkozatot tette, hogy például a büntető törvénykönyvben alapvető változtatásra nincs szükség. 16 olyan törvényi megfogalmazása van a büntető törvénykönyvnek, amely a családon belüli erőszakra vonatkozóan alkalmazható. Egyébként ez egy aljas, brutális dolog nyilvánvalóan. Az utcai garázdasághoz hasonlítható leginkább, arra vonatkozóan hatékony eljárásokat lehet alkalmazni, és a családon belül pedig nem, ezen kell változtatni. Igen, most itt nyilván az új jogszabályok nem fogják önmagukban megoldani a problémát. Tehát azt a kérdést ugye föl fogják vetni ezentúl is, hogy melyik az a pillanat, mikor be lehet avatkozni. Nem ez a kulcskérdés? Nem csak ez a kulcskérdés. A kulcskérdés az, hogy hogyan tekintünk a családon belüli erőszakra, magánügynek tekintjük el vagy sem, és azt hiszem, hogy itt most már lassan... Teljesen egyértelmű. A mi számunkra egyértelmű, de ez nem volt eddig ilyen egyértelmű, mert a család és a magánszféra sérthetetlensége, ez egy nagyon komoly doktrína volt, és innen kezdődnek a problémák, ugyanis a rendőr, amikor szembesül egy helyzettel, egy családon belüli véres drámával, akkor nem tudja, hogy mit tegyen, hogyan kezelje magánéletét, problémának tekintse, vagy pedig beavatkozzon. És ezt egy jogszabály meg tudja változtatni? Ezt hát például igen. Olyan értelemben meg lehet változtatni, hogy német-osztrák példát alapul véve egy hármas szabályozási elvet alkalmaznak. Egyrészt működik az úgynevezett távolságtartás intézmény, erről én ma röviden egyébként a parlamentben a napirend előtt is szóltam. Magyarán, amivel a puci verekedős, a fizikális értelemben távol tartják. A nőnek kelljen menekülni, és nem a gyereknek, hanem a brutális, férfi hagyja el az otthont. Férnek esetleg, illetve a távolságtartás mellett nagyon pontosan körüljárják a rendőri intézkedéseknek a menetét. Tehát a rendőrség ilyen értelemben pontosabb utasítást, pontosabb eljárási szabályokat kaphat, amivel egyértelműen világosan lehet az eljárást lefolytatni, és ami a harmadik lépés, és nagyon fontos, hogy következetesen végrehajtják mindezeket. Tehát a végrehajtási jogban is ezt alapvetően be kell építeni. Nem az adja a dolog bonyolultságát, hogy ez nem elsősorban büntetőjogi kérdés, hanem szociális kérdés. Nem? Ez együttesen kell ezzel foglalkozni, szóval éppen azért van szükség arra, hogy több minisztérium fogjon össze, ami megtörtént egyébként az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság kezdeményezésére, munkacsoport alakult, és ebben több minisztérium és ugye? Civil. Öt minisztérium és civilek és szakemberek is részt vesznek. Csak igen. Azt elnézések alatt fejezem ezt be, mert ez borzasztóan fontos, hogy a megelőzésnél kezdődik, tehát valahol már jelzéseket kap az iskola, már az óvoda, lehet látni, hogy a gyerek bajban van, hogyha gyerekbántalmazás történik. Tehát meg kellene erősíteni azokat a jelzőrendszereket, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolai szociális munkás hálózatot, amelyik még időben tud jelezni, hogy a megelőzés is megtörténjen. Szóval azért én nem hanyagolnám el a büntetőjog jelentőségét, mert például az engem nagyon meglepett, amikor olvastam most a napokban, hogy a nők nagyon nagy hányada nem tudja, hogy házassági életközösségen belül is el lehet követni az erőszakos közösülés büntetét. 97, talán szeptember 15-e óta van hatályban az a módosítás, ami alapján erre lehetőség nyílik. Nem is tudják a nők, hogy velük szemben esetleg nap mint nap bűncselekményeket követnek el otthon a lakásban. Ha egy ciklusra tekintenek előre, mert többre úgy se lehet Magyarországon, akkor a cikluson belül mikor? Hát erre elég világos választ lehet adni. A népügyvédje intézménynek a bevezetése decemberben a kormány elé került törvényjavaslat formájában, jövő fél év, első fél évében a parlament elfogadhatja, második fél évtől hatályos lehet, és ugyanúgy a második fél évtől lesz hatályos a büntető eljárási törvénynek az a rendelkezése, amely szerint a sértett számára pártfogó ügyvédet lehet biztosítani, amennyiben valamilyen körülmény miatt nem tudja ezt maga megtenni. Főigazgatóasszony, államtitkár úr, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen is.
Aki figyelte ma a politikainak mondható vitát a parlamentben az adótörvénnyel kapcsolatban, az feltehetően kiismerte a politikai erővonalakat, de az a gyanúm, hogy nem értett meg mindent a jövő évi adózással kapcsolatban. Hagyjuk most a politikát erre a néhány percre, és tegyünk egy kísérletet arra, hogy megértsük, mi változik Magyarországon az adótörvényben, és mi nem. Jövőre jelentősen csökken a lakosság adóterhelése, mondja az MSZP. De nem eléggé, bírál az SZDSZ. 2003 a megszorítások éve lesz, kifogásol a Fidesz. Mert amit az állam odaad a bérekben, azt máshol visszafizetteti, kontráz az MDF. Mindezeket a pártok vezérszónokai mondták a jövő évi adótörvények országgyűlési vitájában. A pénzügyi tárca előterjesztéséből minden esetre az látszik, hogy a választási ígéretekhez képest szerényebb a közterhek csökkentése. Most évi 650 ezer forintig 20%, 1 millió 350 ezer forintig 30%, a fölött pedig 40% adóelvonás a terv. A mostani kormány adótáblájának sávjai nem sokkal magasabbak, mintha az előző kormány adótábláját a tényleges inflációval korrigálták volna. A különbség a részletekben van. A biztosítási adókedvezmény például 20%-ról 30%-ra, összege pedig a maximális 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedik. Csökkenne viszont az egészségügyi hozzájárulás 4500 forintról 3450 forintra. A pénzügyminisztérium lényegében újraéleszteni az 1998-ban megmerevedett nyugdíjreformot. Jövőre a magánnyugdíjpénztáraknak a mostani 6 helyett 8% jutna a befizetett nyugdíjjárulékokból, és ismét kötelezővé tennék a pályakezdők nyugdíjpénztári tagságát. A javaslatból azonban kimaradt, hogy az állam garanciát vállal a mindenkori magánpénztári járadékminimum kifizetésére akkor is, ha a pénztár nem tud fizetni. A tehercsökkenést azonban máshol bevételnöveléssel kompenzálná a kormányzat. Csaknem 30%-kal emelkedik az autók átírási illetéke és a súlyadó, de általában is emelkednének az illetékek. A 15 millió forint feletti öröklés például 50%-kal lenne drágább. A korábbi ígéretekkel ellentétben váratlanul 25%-os áfával terhelnék a könyveket, a hazai filmkészítést, a postai tevékenységet és az oktatási anyagokat. Az eddigi nulla kulcs helyett 25%-os áfa terhelné például az ingatlankezelést és a felnőtt oktatást. Minden esetre a pénzügyi számtan szerint jövőre az összes elvonás 1,5%-kal lenne kevesebb. Az új adó- és járulékterhek csökkenése a kispénzűeknek, leginkább pedig a havi 100 és 180 ezer forint közötti jövedelműeknek kedvezne. Egyes számítások szerint egészen 220 ezer forintos bevételig csökkennek, a fölött pedig nem emelkednek a közterhek. Javaslom, hogy bármilyen érdekes is, most megint csak hagyjuk a politikát, hagyjuk a csatározásokat, és maradjunk a tényeknél. Zara László, a Magyar Adótanácsadók Egyesületének elnöke, köszönöm, elnök úr, hogy eljött hozzánk. Hadd tegyek fel néhány konkrét kérdést, ami nem teljesen világos számomra. Lehet-e azt mondani, hogy a viszonylag kisebb keresetűek, tehát a 180 ezer forint alatt keresők jobban járnak, a 220 ezer forint fölött keresők rosszabbul járnak? Nem, mert a 200 ezer forint fölöttiek sem járnak rosszabbul. Rosszabbul járnak, mint a kisebb keresetűek? Annyiban igen, hogy csökken a hazavihetendő, az a jövedelem, amit haza fognak vinni jövőre, feltételezve, hogy legalább 3%-os béremelkedés lesz a jövő évben a versenyszférában is. A közszférában ott valószínűleg mindenki jobban fog járni, hiszen ott 17%-os lesz az ezévi béremeléseknek a hatása, tehát ott minden egyes kereseti sávban növekedni fog. A 220 ezer forint egyébként elég magas már a jövőre várható átlagkereset, a 125 ezer forint. Nekem úgy tűnik, persze ez egyetlen biztos, hogy be van ide építve egy esetleges változás, hogy a középső sáv ugye 1 millió 300 ezernél ugrana, én nem lennék meglepve, hogyha ez végül 1 millió 500 ezer lenne. Igazából én sem lennék meglepve, bár azt mondta, hogy hagyjuk a politikát, de azért ugye itt elhangzott, hogy a SZDSZ sem kellőképpen elégedett ezzel, tehát lehet, hogy itt lesz egy ilyen módosítás. Van ilyen várakozás egyébként a közéletben és a szakértők között is. Az, hogy adómentes lesz a minimálbér, az megint csak vitatárgya volt.
Ki az, akinek nem lesz adómentes a minimálbér? Hát a minimálbér igazából csak az egyéni vállalkozóknak a saját foglalkoztatások miatt felvett jövedelmük, hogy az a minimálbér, az náluk nem lesz. Összes többi bér kategóriában, illetve összes foglalkoztatottnál a bérek mindenütt adómentesek lesznek. Azon túl, hogy a költségvetés bevételei növekednek, mi indokolhatja még az illetékek ilyen nagyságrendű emelését? Hát ez igazából nem tudom megfogni, ez talán egy olyan nem húsba vágó emelés, ami nem széles tömegeket érint egyszerre, ugyanakkor mégis jelentős költségvetési bevétel lesz, hiszen a forrásait annak, hogyha máshol többletet adunk, még ha nem is azt, amit mindenki várt, tehát nem akkora összeget, azért fedezetet valahol meg kell teremteni. Ön meg tudja állapítani, hogy a gyerek kedvezmények nőnek vagy csökkennek? Hát a gyerek kedvezmények igazából a jövedelmek, a gyerek kedvezményeket jelentősen nem befolyásolják a gyerekkedvezmények jövedelmeket. A három gyerekeseknél van egy olyan kategória, ahol az adóterhelés úgy néz ki, minthogyha növekedne. Ez a magasabb jövedelmi kategóriákban van, és érdekes volna, ez is középen, az alacsonyabb jövedelműeknél, tehát olyan 180 ezer forintig ott kedvezőbbek, aztán van egy kategória, ahol rosszabbak, aztán megint javulnak. Ugye szó van arról, hogy többféle tevékenységet, mondjuk a könyvkiadást, a filmet, bizonyos oktatási tevékenységet 25%-os áfa terhelne. Itt is az az érzésem, de cáfoljon meg, ha tévedek, hogy politika ez. Sokan azt követelik, hogy éppen hogy töröljék el például a könyvek esetében a mostani 12%-est, és hát Nyugat-Európában csak Dániában van ilyen magas áfa. Úgy gondolom, hogy nem lesz ez a 25%, amiről most beszélünk. Én is nagyon valószínűleg tartom, hogy ez minden egyes terméknél fönnmarad. Lehet, hogy ezek között lesznek egyes könyvek, amiknél ez megmarad, de az oktatással kapcsolatos tárt nem valószínűsítem. Valószínűleg módosításra fog sor. Tehát ez egy ilyen politikai játék, ugye? Hát én nem tudom, hogy politikai játéke, de hát ez valószínűleg annak a része lehet. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ja. Rögtön folytatjuk a Jó Estét Magyarországot, jön Pakman Péter és a tények. Utána pedig a gránátról, a félmázsás szovjet gyártmányú gránátról, amelyet a Bazilika tornyában találtak tegnap, és amelyet ma hosszú-hosszú óvatos munka után sikerült lehozni. Megmutatjuk majd, hogy hogyan, és láthatják majd a műveletet irányító tűzszerész ezredest is itt a stúdióban. Mindjárt folytatjuk. A Bazilika tornyában talált félmázsás szovjet gránátról nem sokára. Most tények, Pakman Péter. Jó estét kívánok! Szabadon engedték a millenáris KHT volt vezetőjét. A fővárosi főügyészség holnap dönt arról, hogy előzetes letartóztatásba kerül-e Berkec Mária, aki több százmilliós hűtlen kezelés gyanújával tegnap őrizetbe vettek. A közhasznú társaság egykori vezetőjét még az Orbán kormány menesztette közvetlenül a választási vereség után. Berkec Mária szokatlanul nagy végkielégítést, emellett 10 millió forint hallgatási pénzt és egy autót is kapott búcsúzóul. A Fidesz ifjúsági szervezete azt követeli, hogy Medgyessy Péter saját zsebéből fizesse ki a tankönyvek árát a rászoruló családoknak. A miniszterelnök tegnap egy parlamenti kérdésre válaszolva ugyanis azt ígérte egy családanyának, hogy ha elküldi neki a csekket, akkor helyette kifizeti a gyerekek 40 ezer forintos tankönyvszámláját. Az ifjú fideszes aktivisták szerint így aztán mindenkinek járna a pénz. A kormányfőtől tegnap Orbán Viktor kabinet főnöke egy családanya levelére hivatkozva kérdezte a parlamentben, betartja-e az ingyenes tankönyvekre tett ígéretét. Hogy az ön kérdése természetesen a család nevében, gondolom a család nevében tette fel ezt a kérdést, jogos. Természetesen vállalom azt, amit vállaltam, hogyha elküldi ezt a csekket, akkor be fogom fizetni. A Fidesz ifjúsági szervezete ma el is kísérte egy állampolgárt egy budapesti postához, és miután a családanya levélben elküldött egy csekket Medgyessynek, az ígéretek teljesítésére szólították fel a kormányfőt. Ez több, mint vicc, hogy a családok felé ilyen felelőtlen ígéretet tegyen valaki. Ezt Medgyessy Péternek most be kell tartania, ellentétben azokkal a választási ígéretekkel, amelyeket a szocialisták nem tartottak be. Medgyessy Péter azt válaszolta, kormánya a családi pótlék emelésével.